Köszöntöm Önöket, a Városi Televízió májusi első adását látják. Mai adásunkat szokás szerint esti mesével kezdjük, híradó műsorunk 7:30-kor kezdődik. Köszöntöm a kedves nézőket, a Városi Televízió májusi első híradó műsorát látják. Jó estét kívánok! Híradónkat szokás szerint az önkormányzat híreivel kezdjük. Április 26-án tanácskozott Pécs-Várad város önkormányzata. Az ülés témáiról Zsáli János polgármester beszélt a Városi Televízió kamerája előtt. A képviselőtestület legutóbbi ülésén a következő fontos napirendi pontokról volt szó. Elsőként Komlói Városi Rendőrkapitányság beszámolója a település biztonsági helyzetéről. Hát igaziból nem nagyon vettünk észre itt bent a városban különféle mérést vagy rendőröket. Néhány igazoltatást észlelhettünk. Ők hogy vélekednek a város közlekedéséről? Hát ők az egész rendőrségi munkáról számoltak be, és hát elsősorban Pécs-Várat érintő adatokat mutattak meg nekünk, statisztikai adatokat, amelyek hát azt mutatják, hogy a Pécs-Váradon a bűnözési helyzet megnyugtató, illetve hát nincs jelentősebb bűnelkövetés, vagy olyan számú, amelyik a statisztikai átlag alatt van, vagy a körül. Egyetlen súlyos, több mint súlyos bűncselekmény volt, ugye tavaly tudjuk, egy halálos elkövetés volt Pécs-Várdon, és hát ez lényegében lerontotta azt a egyébként nem rossz eredményt, amit megmutattak a statisztikai számok. Természetesen ezzel is úgy van mindenki, ha őt magát nem érinti ez a dolga, ha kevésbé figyel oda, ha saját magát érinti, akár csak egy egészen kicsi lopás, vagy bármilyen jellegű sérelem, ami hát büntetendő, vagy esetleg az elkövető még ismeretlen is marad, hát az természetesen negatívabban éli meg ezeket a dolgokat és a rendőrség megítélését is. Még egy jelentős dolog volt ezen a ülésen, mutatkozott be Komló új rendőrfőkapitánya, aki megbízott dr. Ambrus Ágnes, és hát a közeljövőbe várható a kinevezése is. Kérhet-e, illetve kérte valamit a kapitányság Pécs-Várad város önkormányzatától, úgy mint támogatást vagy segítséget illetően? Igazából egy dolgot vetettek fel, egy Trafipax vásárlásnak a lehetőségét. Hát ezt megkérdeztük, hogy mennyibe kerül, és hát a társ önkormányzatok is nem tartják kizártnak, akkor mi is támogatnánk, esetleg erődünk, amelyet nem döntött. Ennél talán fontosabbnak, mert Trafipaxot általában épp nem szereti, ugye? Ennél fontosabbnak érezte a testület, és ezt kértük, amire kaptunk biztatást, több mint biztatást, ígéretet, hogy nagyobb legyen a rendőri jelenlét, és különösen éjszaka. Erre biztatást azért kaptunk, és azért is valósulhat ez meg, hiszen 4 fővel növekedik a pécsvári rendőrös létszáma, megkapták ezt a 4 fő státuszt. Így én úgy gondolom, hogy minden órájában tud majd rendőr lenni Pécs-Várdon. Gondolom, hogy majd bővebbet lesz alkalmunk a rendőrkapitánnyal is beszélgetni. Most menjünk tovább az ülést következő napirendjeiről. A gyermekjóléti szolgálat beszámolója és annak tevékenységéről volt előadás. Itt a kuratórium elnöke tartotta. Miről van szó röviden? Hát ez ugyanolyan dolog, mint a rendőrségi dolog, évente beszámolódási kötelezettség van. Pécs-Várad városa a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot egy vállalkozással, illetve egy alapítvánnyal végezteti el. Ez egy kötelező feladat az önkormányzatnak, és hát ez az alapítvány működteti azt a szolgálatot, amelyről szó volt és amelyik beszámolt. Dr. Varsány Erika köztudott, ő ennek a családsegítő szolgálatnak a vezetője, és hát egy írásos anyaggal ismerkedett meg az önkormányzat. Hát ezek eléggé olyan dolgok, amelyek bizonyos szempontból anonimak, tehát családok, amelyekben gond van, sérült, esetleg a gyermekkel van gond, vagy magával a családra kell odafigyelni, családterápiát alkalmazni, hát ez egy szakmai dolog, és hát van ennek bizonyos olyan része is, amelyik nem publikus, így eléggé nehéz néha-néha megismerkedni is vele, ugyanakkor megmutatni is ezt az egész szolgálatot. De nincs semmilyen gond, ezzel működik, sőt,
olyan dolgokat is csinálnak ma már, amelyik nem kötelező feladatuk, így a gyermekek délutáni foglalkoztatása többek között elsősorban a vidéki gyermekeké. Én azt gondolom, hogy működik ez a szolgálat rendesen. Nyilván szociális juttatásokról is szó van ebben az esetben, hiszen hogyha hátrányos helyzetűekről beszélünk, akkor ez sem elhanyagolható. Milyen módon segíti az önkormányzat ezt a munkát? Hát a szociális juttatás az egy másik formája ennek az egész dolognak. Tehát itt egy szoros kapcsolatot kell kialakítani az iskola, iskolák, esetleg a család, a szülők, a szolgálat, az önkormányzat gyám hatósága és a jegyző között. Ez a kapcsolat, ha működik, akkor ez a szolgálat jól működik. Ha vannak benne esetleg morzsák, akkor kevésbé jól. De én nem tudok olyanról, hogy az egyeztetések ne történnének meg, illetve megtörténnek, azt követően az intézkedések, mert meg különböző hatáskörben van, amelyiket a gyámügy végzi el, van amelyik jegyzői hatáskör, és van amelyik egyszerűen csak kapcsolatfelvétel kérdése az iskolába. Nyilván a többi meg már a szakemberek munkája. Ez egy olyan szakma, amelyik tőlem eléggé távol áll, és én csak azt figyelem, hogy rendben van-e. Akkor nézzük tovább. Itt van egy olyan, hogy közigazgatási minőségirányítási program. Miről szól ez? Egy törvényi kötelezettség alapján kell egy ilyen programot készíteni az önkormányzatnak, és hát mind a nevében is benne van, az oktatásról szól, és ennek minden formájáról, az óvoda, az iskola és a zeneiskolai oktatásról, amelyik hát Pécsváros önkormányzatának a önként vállalat vagy kötelező feladatai között van. Az önként vállalat is attól már kötelező lesz, egyszer felvállalja az önkormányzat, akkor az kötelező feladatának minősül, és hát ebben egy minőségirányítási rendszert kellett kidolgozni. Ezt egy szakmai stáb dolgozta ki, és az önkormányzat elfogadta az előterjesztésnek megfelelően. Nyilván a későbbiekben erről is majd részletesen beszélgethetünk. A következő ifjúságpolitikai program elfogadása, ez összefügg-e az ifjúsági önkormányzattal? Hát is, igen, hát az ifjúságpolitikai programot nem lehet készíteni az ifjúsági önkormányzat nélkül. Egy nagyon szép és terjedelmes anyagot tett le az önkormányzat elé, Kárpáti Árpád, aki elkészítette ezt az anyagot. Az anyag nem került elfogadásra, még így van bent a napi rendek között, de nem azért, mert nem felelt volna meg az elfogadásnak, hanem azt gondoltuk, hogy a bizottságok, az ifjúsági bizottság, az ifjúsági önkormányzat és az összes bizottság véleményezze ezt az anyagot, és azt követően a véleményeket összegyűjtve a következő önkormányzat ülésen, akár változatlanul is el lehet fogadni. Néhány észrevétel most is elhangzott már, de én azt hiszem, hogy az anyag terjedelme miatt is megéri azt, hogy minden bizottság részleteiben tárgyalja, hiszen ifjúságot, nincs olyan kérdés, amelyik bármelyik bizottságot ne érinteni az ifjúsági probléma, akár a szociálistól kezdve a gazdasági vagy a városfejlesztésig, nem tudok olyat mondani, hiszen ők is itt élnek ezen a településen, sőt, az ő jövőjük fontosabb talán, mint már mind a miénk. És azt hiszem, hogy üdvözölnünk kell, hogy egyre aktívabbak, ennek csak örülni lehet. Én azt hiszem, hogy amit eddig tett ez a kis tím, mert hát azért az ifjúsági önkormányzat, vagy az ifjúság körében is hát vannak zászlóvivők, meg vannak olyanok is, akik teszik a dolgukat, de azok is nagyon fontos emberek. Én azt hiszem, Pécsvárd városában az a közösség, akár az ifjúsági önkormányzat, az ifjúsági referens, nevezetesen Kárpáti Árpi, azért még egyszer szeretném a nevét megemlíteni, nagyon jó menedzseli, a város menedzseli azt az ifjúsági munkát, amelyet Pécsvárdon történik. Én ennek nagyon örülök, és már hát, hogy kicsit szerénytelenek vagyunk, de nem én, hanem az ifjúság lehetne az, talán mint a politikát is folytatunk a városban ifjúság terén, és többször hívják meg Árpit más településekre előadónak ennek az ifjúsági önkormányzat alakulása és annak a folytatása történéseinek az ismertetésére. Nézzük akkor tovább, közterület elnevezése. Mi ez? Hát ennek úgy futottunk neki, hogy a művelődési házat és annak a területét elnevezzük Európa térnek. Aztán tulajdonképpen az ingatlan, mint olyannak az átkeresztelése, az nagyon sok problémával járt volna, hiszen a művelődési házban több civil szervezet is be van jelentve, és ha mi a házat is átkereszteljük Európa tér egynek, akkor az összes ilyen jellegű szervezet a művelődési házon kívül kénytelen van cégbíróságnál a címváltozást kezdeményezni. Így egy köztes megoldást választottunk, én azt hiszem a foglalkozás elérte célját, a ház előtti teret neveztük el Európa térnek, ezt fogjuk ezután Európa térnek
nevezni, és ki olyan tágan értelmezi ezt, ahogy gondolja. Én azt gondolom, hogy lehet azokat a helyeket is tekinteni Európa térnek, amelyik a háztól keletre van, vagy nyugatra van, vagy nehogy Isten még szembe van. Egy biztos, hogy így most közelebb kerültünk Európához. Hát legalábbis egy Európa terünk már van. Alapító okiratok módosítása volt-e, és miért van erre szükség? Alapító okiratok módosítása, tehát az élet teszi szükségesé, vagy törvényi szabályozás, most is ilyenről volt szó, a polgármesteri hivatalnak és az óvodának az alapító okiratát módosítottuk, és hát ez közigazgatási hivatalhoz kerül be, egyszerű formai kérdés volt ez. Nyilván a változásokat tükrözi ez is. Aztán jöttek a zárszámadások, 2003-as évi beszámoló. Korrigálom, az óvoda alapítókiratát nem módosítottuk, csak a polgármesteri hivatalit az óvoda alapítókiratára visszatérünk. Most jönnek a zárszámadások. Legyen így, jó, nézzük akkor. Még mielőtt ezt elbakisztam volna, és valaki felháborodtan telefonál, hogy hát ez nem így volt, ezt gyorsan korrigálnom kellett. Szóba került a zárszámadás 2003. évi önkormányzati pénzügyi beszámolót ismerte meg a testület, és én azt tudom elmondani, az önkormányzat működése stabil, köszönhetően annak az intézkedés sornak is, amelyet még az elmúlt évben hajtottunk végre, hiszen az idejének, amely hát az elég sok vitát váltott ki, még a hatása nem érződik, de az is megtette gazdaságilag a hatását. Én úgy gondolom, hogy ebből tudunk tovább építkezni, és egyrészt az intézmények működését biztosítani, másrészt pedig szerény beruházási lehetőségeinkkel is élni, és beruházásokat végrehajtani, amiket elterveztünk. Nyilván a tárgyalások még folynak, hisz mondtad, hogy most még nem érzékelhető ezeknek az intézkedéseknek a hatása, ami majd az elkövetkezendő hónapokban fog foganasodni, és igaziból a szeptember egy mérföldkő lesz, hiszen akkor még sok minden eldőlhet. Én azt gondolom, hogy azok a dolgok eldőltek, amelyek elsősorban személyi dolgokra gondolok. Itt most a végrehajtás is lényegében megtörtént, hiszen február 9-10-ével azok az intézkedések megtörténtek. Túl sok munkahely végül is nem szűnt meg az önkormányzat szférájában, munkaidő csökkentések történtek, illetve hát nyugdíjazások történtek, vagy történnek meg. A másik része, a gazdasági részéhez igazából nem nyúltunk. Ott a dologi költségek automatizálását hajtotta végre az önkormányzat. Úgy érezzük, hogy a dologi költségeken igazából az intézményeknél már nem lehet szükíteni. Ez bármelyik intézményre elmondható, de különösen a zeneiskolára, ahol éppen hát 2 milliós nagyságrend az, ami dologi költségekben jelentkezik, de a többi helyen is így van. Én azt gondolom, hogy egy megfelelő hozzáállással is itt elsősorban kérném az intézmény dolgozókat, és azoknak a toleranciájával. Én nem hiszem, hogy bármilyen intézménynek a működési színvonala a elsősorban az oktatási intézményekre gondolok, de a többire is, hogy változnia kellene ezektől az intézkedésektől. A következő viszont már, a következő napi rendi pont az már a 2004-es év gazdasági programja. Merre húzhatnánk egy görbét? Merre felé tendálunk most? Én örök optimista vagyok, úgyhogy mindig csak felfelé. Az nagyon sok ennek még a bizonytalansága, akár 2004 vonatkozásában is. Itt elsősorban azokat a feladatokat jelöltük meg, amelyek megvalósítandók, vagy megvalósíthatók. És a megvalósítandók azok, melyekre szerződéses kötelezettségünk van már, és ezek általában mint pályázaton nyert pénzek segítségével valósulnak meg. Ilyen a Művődési Házban a közeli napokban befejezésre kerülő ifjúsági tér, ilyen a könyvtárnak a felújítása, vagy ilyen a több funkciós sportpálya a sporttelepen. Ugyan nem kötelezettségű, szerződéses nem nincsen, de ilyennek gondolom én a dombai tavi munkákat, a fenyves kitisztítás, amelyet a télen végeztünk el, vagy most a WC csoportnak a vízöblítésre való átalakítása. Ezek mind olyan célt szolgálnak, amelyek a város fejlődése érdekében történnek, de ilyen
az a néhány négyzetméter járda is, amely az elmúltban elkészült a Bem utca és a társasházak között, de ilyen lesz a további beruházás is. Mi szeretnénk természetesen továbbra járdát építeni, vagy járdákat felújítani. És hát én nem tagadom, én nagyon bízom abban, hogy ebben az évben még megtörténhet a tanúszodánknak az alapkőletétele. Néhány napon belül ebben végleges döntés várható. Beadtuk a pályázatunkat a szennyvízberuházásra a város északi, északnyugati részére, és hát ott is bizakodunk egy kedvező döntésbe, és ősz ott a bent van a pályázat az általános iskola 21. századi elnevezéssel, 21. századi iskolája, mely egy informatikai és épületfelújítási csomagot tartalmaz, hát ezekre mind optimistán várunk, és majd meglátjuk, hogy mi sikeredik. Annyit azért el kell mondani, hogy az önkormányzat Pécsváradi és az önkormányzatok általában lehetősége néhány kivételtől eltekintve saját erőtekintetében elég szerény, tehát állami segítséggel vagy megyei segítség nélkül ezek nem sikerednének, ezek a programok. Mindezek árán is kitartó az önkormányzat, és hogyha nehéz az önerőt biztosítani, akkor is véghez viszi ezeket a beruházásokat. Most gondolok egy tanúszoda létrehozásánál, itt bizony nem két fillérekről van szó, és aztán utána a további fenntartása. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat nagyon hibázik, amelyik azzal megelégszik, hogy az intézményei működnek. Akkor azt mondom, hogy tegyük le a küszöbnél a lábtartó alá a kulcsot, és legalább minket ne fizessen senki. Szóval az intézményekben jól felkészült emberek dolgoznak, akik a pénzt épp olyan okosan be tudják osztani, mint a családokban otthon. Én úgy gondolom, hogy a város önkormányzatát elsősorban azért tartják, hogy az intézmények biztonságos működése mellett a város fejlődni tudjon. A tanúszoda kérdésedre, a tanúszoda egy 460 milliós beruházás, és 20 millió, 25 millió az ön része 3 év táblatából. Ezt a város önkormányzatának, a városnak ki kell bírnia, és mint eddig is már sokszor megkérdezték, mert sportcsarnoknál is így volt, majd fent tudjuk-e tartani? Természetesen fent. Az más kérdés, hogy milyen formában, milyen megoldással, vállalkozói, vagy közalkalmazotti munkaviszonyi, vagy milyen formában, de én úgy mondom, egy tanúszodát lehet úgy működtetni, hogy nem gazdaságtalan, mint most a város bármelyik intézménye. Idézőjelbe, mert én most a gazdaságtanságot úgy értem, hogy mennyit kell az önkormányzatnak az állami finanszírozáshoz hozzátenni. Ezt nem úgy értem, nem pejoratíva, hogy most bármelyik intézményünk is gazdaságtalan, azt egy vállalkozásra lehet mondani, intézményre nem, azért ezt szeretném pontosítani. Társulási megállapodásra javaslat, hát mit kell erről tudni? Hát ez egy nagyon szertágazó és a jövőt illetően egy nagyon fontos döntés volt. Ez egy kistérségi társulati megállapodás, kistérség összes települése, 12 önkormányzata társul olyan célból, hogy az oktatást, a szociális ügyet, esetleg az egészségügyet és még szabadon választott témák lehetnek, amelyet összefogással minden település vagy a települési döntő részének az összefogásával fogja megvalósítani. Ez elsősorban a kormányzat az oktatásra hegyezte ki, annál is inkább, hiszen nagyon sok helyen, sok kis településen iskolák működnek néhány fővel, vagy osztályok néhány fővel. Ezt az állam nem tudja finanszírozni, ezért ösztönzi ezeket a társulásokat, amelyek, mondom, elsősorban ebből a célból, aztán a másik fontos cél az egészségügy, itt is elsősorban az ügyeletnek a megoldása, és hát akár településfejlesztési célokra is 8-10 ilyen cél van, de ebbe kiemelt az oktatásnak a preferáltsága. Én azt gondolom, hogy nagyon sok vitával fog ez még járni a jövőbe. Nem elsősorban Pécsváradon, hiszen nálunk a lélekszámokán, hála Isten, azt mondom, ilyen probléma nincsen. De azokon a helyeken, és itt nem szeretnék a környezetbe települést megnevezni, ahol most is 10-15 fővel működnek iskolák, vagy egy alsó tagozat, hát ezt gazdaságosan nem lehet működtetni, mikor 2-3 gyerek jár egy osztályba, vagy van olyan osztály, amelyikben nem jár egy sem. Ezt látja a kormányzat is. Megpróbálja ezt önkéntes alapon. Ez a törvény egyébként, amelyik alapján alakult ez a társulás, ez eredetileg úgy indult, hogy kötelező. Na most hát mivel kétharmados törvényeket kellett volna módosítani, mivel esélye nem volt a mai magyar parlamentben, ezért az önkéntesség maradt. A pécsváradi kistérségbe önkéntesen is létrehoztuk ezt a társulást. Én is kíváncsian várom a folytatást. Volt még egy-két napirenden kívüli téma. Az első az a
volt mezőgép terület, tehát annyiszor volt már területen, most milyen nézőpontból került nagyító alá? Hát a közigazgatási hivattal az építési engedélyét a vállalkozóknak, amely a mezőgép területének egy részén épült volna, azt megszüntette, tehát az építési engedélyt törölte, és ezzel párhuzamosan már az előző önkormányzatülésen Pécsváros önkormányzata úgy döntött, hogy erre a területre egy új rendezési tervet készítünk, egy részletes rendezési tervet, hiszen a városi elfogadásra került. Elsősorban azért, mert a másik 95-ös, hát egyrészt valamiben idejét múlta, valamiben nem, és mivel annyi vitát okozott a közelmúltban ez az építkezés, vagy az építkezésnek a szándéka, az önkormányzat úgy gondolta, hogy szakemberekkel újra gondoltatja ezt a dolgot, és sikerült is megegyezni a város nagy rendezési tervét alkotó Hübner Mátyással és építés stúdiójával, ő el fogja készíteni júniusig ezt a tervet, és a szerződés aláírásáról volt szó, a szerződés aláírására hatalmaztak fel, amelyik meg is történne azóta. Pályázatokat már említettél, polgármester úr, nézzünk néhányat, ami hiszen a következőkben kollégium, helytörténeti múzeum, idesek otthona különböző pályázatok beadásáról van szó, ha jól tudom. Igen, országosan is ismert, hogy a SZAPART pályázatoknak április 30-án lejárt az ideje. Ez a SZAPART pályázat, ez az Európai Uniós csatlakozás előtti pályázási lehetőség uniós pénzekre, 75%-os támogatottságú, és hát elsősorban értékes épületek, értékes településrészeknek a megmentésére, vagy értékes parkoknak a megmentésére írták ki. Hát sok egyéb témája is van. Mi ezt a blokkot céloztuk meg. Ennek volt olyan része is, amelyiket az idő is megérlett. Ilyen a Kossuth utca 2 mezőgazdasági szakiskola, vagy második Béla középiskola kollégiumai, hiszen az egyik életveszélyes, a másik veszélyes minősítést kapott. Ilyen a Vár utcai óvoda is, amelyik a szakértői vélemény alapján veszélyes minősítést kapott. És ilyen a helytörténeti múzeum, de nem kapott semmilyen minősítést. A helytörténeti múzeum építésének a folytatása. Hát a 3 pályázatot beadta az önkormányzat, erről volt döntés. Igazából remélem nem hallják a döntéshozók, hát én egyben nagyon bízom, de 3-nak én esélyét nem látom. De ha ez a csoda megtörténne, akkor majd beszámolunk a tévében róla. Úgy legyen. A mostani tájékoztatót köszönjük szépen. Mikor lesz legközelebb testületi ülés? Április, május 24-e hétfő a tervezett időpontja, addigra az anyagok elkészülnek, de van esélye a június 2-ának is, vagy 1-jének, meg pünkösd, azt hiszem 31-e, tehát a keddi napnak. Én azért bízom benne, hogy 24-én hétfőn meg tudjuk tartani az ülésünket. Galéria avató volt a Művelődési Házban. Befejeződött az intézmény előterében az ifjúsági tér kialakítása, mely nagyrészt pályázati forrásból és önkormányzati önrészből valósulhatott meg. Az avatásra április 29-én került sor, melynek keretében Lévai Gábor fotóiból nyílt kiállítás. Kárpáti Árpi kollégám készített egy ragyogó pályázatot, amivel 3 millió forintot nyertünk erre a tervre, ami bár azért jóval több belefért, tekintettel arra, hogy az önkormányzat vállalta az önrészt, ami ugyanekkora összeg volt, és így egy kicsivel több mint 6 milliós költségvetésből valósulhatott meg ez a tér, amit hát eredetileg is galériának, kiállító térnek terveztünk. Thank you.
Gábor, mielőtt még rátérnénk a kiállítás témájára, bár sokan láttak már Pécsváradon, és sokan ismerik most már a fényképeidet, hiszen a Hírmondóban is láthatunk már egy-két képet. Először mutatkozz be azoknak, akik még talán nem ismerik a nevedet, és mondjál valamit magadról, hogy hogyan kerültél Pécsváradra. Én Lévai Gábor vagyok, harmadéves geográfus hallgató vagyok a Pécsi Tudományi Egyetemen, és emellett fényképész tanuló vagyok Pécset. Pécsváradra a kedvesem által kerültem ki tulajdonképpen, és részben az ő ötlete is volt, hogy ezt a galériát ezzel a kiállítással avassuk fel, ami kiállítás már ugye szerepelt Pécset a természettudományi karnak az aulájában. Említettem azt, hogy a Hírmondóban már szerepeltek képeid. Mikor jött ez az ihlet, hogy te most a fotózást is elkezded, hiszen földrajz, azaz geográfus szakon vagy, tehát egy földrajzot is kedveled, de melyik a fontosabb a kettő közül, illetve mikor jött ez az ötlet, amit már kérdeztem? Hát a fotózás az 2,5-3 évvel ezelőtt kezdődött, és hát igazából a kezdetben természetfotózás izgatott, mint természettudományos érdeklődésű embert, aztán később terelődött a figyelmem az emberekre, illetve az embereknek a tájnak a kapcsolatára is. Részben ez a terepgyakorlat is erre adott lehetőséget, hogy ilyen jellegű képeket készíthessek. És hogyha most mérleget lehetne vonni a két dolog között, tehát a földrajz és a fotózás között, akkor most melyik? Hova billen? Melyik a fontosabb? Hát jelenleg, most momentán a fotózás az nagyobb szerepet tölt be az életemben, mivel a földrajz szakon jelenleg fél évet halasztok, hogy a fotós iskolát minél jobb eredménnyel tudjam elvégezni, és minél több figyelmet tudjam ennek a tevékenységnek szentelni, de ennek befejezése után a földrajz szakot szeretném befejezni mindenképpen. Hát, ha már szóba került itt a tervek, akkor mik a távolabbi terveid a fotózással kapcsolatban? Hiszen most már ez egy kiállítás, azért ez egy komoly eredmény. Hát a következő ilyen nagyobb terv az ennek a kutatásnak a folytatása lesz. Júniusban megyünk vissza ugyanebbe a kis faluba, Mezőváriba, és hát szeretnék ott egy hasonló, nem biztos, hogy hasonló stílusban, nyilván egy teljesen más anyag fog abból összejönni, amit talán majd esetleg lehet belőle valami komolyabbat is összehozni. Ez még a jövő dolga. És igazából valószínűleg a jövő, a távolabbi jövő az valami ilyesféle irányba fog terelődni. Tehát igazából ez a fajta fényképezés, ez nagyon tetszik nekem, és ezt szeretném tovább is folytatni. Örülök, hogy rátértél most a kiállításra és a témájára. Hát beszéljünk először, hol jártatok, milyen terepgyakorlat volt ez? Igen, ez Mezőváriban van, Kárpátalján, ez ugye Ukrajnában van, aki esetleg nem tudna. Ez egy kommunikáció tanszéknek volt egy 4 napos terep gyakorlata, és tulajdonképpen ezzel a csoporttal, egy 5 fős csoporttal együtt kerültem ki, mint fotósa a faluba. A képek mellett, a kiállított képek mellett azon személy, akinek ezt a részben ezt a kiállítást is köszönhetem, a kedvesemnek, Bauman Tímának által készített interjúknak a részleteit láthatók a képek mellett, és igazából én ezt azért tartom egy nagyon fontos dolognak ebben a kiállításban, mert a kiállított interjú részletek segítenek értelmezni a képeket, és sokszor mélyebb rétegeit megvilágítják, mint ami csak a puszta látvány alapján következne. Ha valaki a szakmai oldaláról szeretné ezt megközelíteni, akkor ezek milyen képek itt, amiket láthatunk? Mert én csak laikus vagyok ebben, de biztos, hogy ha valaki megnézi ezt, vannak, akik értenek és hozzá, és azok biztos kíváncsiak rá. Nem tudom, hogy technikailag vagy kíváncsi esetleg, vagy szakmailag erre. Egy rövid összefoglaló. Hát, ezek fekete-fehér barnított fényképek tulajdonképpen, és hát kategorizálni nem szeretem a képeket, mert ez van műkritikus dolga, szerintem. Voltak másik kiállításaid, említetted, hogy Pécsen volt már egy kiállításod, azok milyen témájuk volt? Hát a Pécset önálló kiállításom az ugye ugyanez az anyag volt, de korábban számos közös kiállításom volt a Mecseki Fotóklubban, illetve az Ifjúsági Háznak a fotóklubjával. Hát ezek témájukat tekintve meglehetősen vegyes, ugye mind a két fotóklub egy vegyes alkotóközösség, és ott a természetfotótól a tárgyfotóig bezárólag mindenféle téma szerepet. Mikor találkozhatnak legközelebb a pécsváradiak a képeiddel? Hát remélhetőleg minél hamarabb. Igazából konkrét tervek még nincsenek arról, hogy mikor jelentkezünk itt új kiállítással. Ez a kiállítás az május 20-áig lesz megtekinthető itt a Művelődési Háznak az új galériájában.
Gábor, gratulálok a szép kiállításhoz, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Az idén 40 éves művelődési központ 10. alkalommal rendezte meg Pécsvárad és környékének borversenyét április végén. Ezúttal kicsivel több bor került megmérettetésre, mint az előző években, de a helyi borászok többsége sajnos most sem nevezte be alkotásait. Így az idei versenyre összesen 29 gazda nevezett 56 mintával, ebből 47 fehér és 9 vörös, közte Nagypali, Fazekasbodai és Zengővárkonyi borosgazdák is. A bírálóbizottság tagjai Varga Géza, kővágószőlős alpolgármestere, Bodó János, megyei főkertész és Havrán István pincemester a bizottság elnöke voltak. A szakemberek összességében elismerően nyilatkoztak a borokról. Kiemelkedően jól szerepeltek a fehér borok, mintha már egy előválogatón estek volna át, nyilatkozott Havrán István. A vörös borok viszont nem szerepeltek túl fényesen, aranyérmes bor nem is volt köztük. Az értékelés során 18 arany, 19 ezüst, 12 bronzérem és 7 okleveles minősítés született, ami igen jó aránynak számít. Összteljesítménye alapján Takács Sándor lett a 2004-es év borosgazdája, 3 nevezett bora mind aranyérmet kapott. Ezzel ő nyerte el Pécsváradváros különdíját. A legmagasabb összpontszámot elért fehérbor, Darabánt János, Nagypal, Rajnai Rizlingje lett, a legmagasabb összpontszámot elért pécsváradi tájjellegű bor, azaz a legjobb helyi olasz Rizling pedig Schiller Gáboré lett. Ezzel ő a Völgységhegyhát takarék különdíját nyerte el. Az értékelést megelőzte Zsáli János polgármester úr köszöntője. Az eredményhirdetésen közreműködött a Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének férfi kórusa. Ezt követően a művelődési központ hangulatosan berendezett előterében késő estig borozgattak, beszélgettek a gazdák és meghívott vendégeik. Május 1-én, az uniós csatlakozás napján, városunk is csatlakozott az országos ünnepségekhez. Az események délelőtt a Művelődési Ház előtt Fükő Béla, szobrászművész, lélekhajó köztéri szobrának felavatásával kezdődtek. A magunk mögött hagyott útra, és egy másikat előre, arra, amerre megyünk. Gyakran hallani, hogy megyünk Európába. Tisztelettel kérem, ezt ne higgyék el. Nem megyünk Európába, hiszen mindig is ott voltunk, amit a Európa létezik. Szent Istvánnak köszönhetően tagjai vagyunk az európai népek családjának, mely a mi megérkezésünk idején még csak formálódóban volt. Figyeljünk a nagy írófejedelem Márai Sándor szavaira. Idézném. Magyarország pontosan úgy hozzátartozik a keresztény műveltség Európájához, mint Hollandia,
Svédország vagy Portugália. A hazánk történelmi határaitól keletre élő népek már a kelet nagy szellemi, vallás és társadalmi eszményeinek sugárkörében élnek akkor is, ha földrajzilag Európához tartoznak. Az európai kultúrát nem a hatemezettes betonházak, nem a repülőterek jelentik, nem is a vízre folyós vécék, az európai kultúrát egy lelki állapot jelenti, mely a keresztény műveltség hagyományaiból szívja erőit. Aki ennek az élményszerű lelki állapotnak részese, az európai, mondta Márai Sándor. Tükör Béla annak a generációnak az egyik tehetséges tagja, amely generációval én ez alatt a 30 év alatt együttműködtem. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy említettem a 20. században lezajló nagy képzőművészeti átalakulásokat. Azt is említenem kell, hogy ez a fiatal generáció, amelyikre volt szerencsém találkozni és együtt lenni, hihetetlen megújítás a képzőművészetnek, a képzőművészet hihetetlen megújítása előtt áll. Miben nyilvánul ez meg? Tetszik tudni, abban nyilvánul meg, hogy én fiatal koromban tekintettel arra, hogy olyan körülmények között éltem, amikor a minisztériumban mondták meg, hogy mi a jó és mi a nem jó, mit szabad készíteni, mit nem szabad készíteni. Számomra folyamatos eufóriát jelentett az, hogy a korszellem korlátlan szabadságot biztosít a számomra a szobrászat nyelve tekintetében. És a velem egyidősek mindegyike így gondolkodott. Tehát mi számunkra az előadás szabadsága, a szobrászi nyelv szabadsága volt mindennél fontosabb, gyakran éppen ezért ez a nyelvhasználat gyakran gondolat nélkülivé vált. És csak szavakat raktak egymás felé, vagy raktunk egymás felé. És én találkoztam egy fiatal generációval a munkám során, amely generáció azt a bizonyos megújítást úgy kezdte el, és úgy fogja elvégezni, hogy a számukra a gondolat mindennél fontosabb. Nem annyira a nyelv, nem annyira a nyelvi újítás, hanem a gondolatközlés. Hükő Bélát mindig is oly mértékben foglalkoztatta a gondolat, még ennél messzebb is mennék, hogy a gondolat transzcendens jellege, amióta ismerem a kezdő diák korától a diplomamunkáig, oly mértékben foglalkoztatta a gondolat, hogy filozófikussá vált az alapállás, az az attitűd, ami az attitűdből a munkáit létrehozza. Tehát, ahogyan tudják, hogy ennek a munkának, amit látni fognak, a címe Lélekhajó. Tessék elhinni, ez egy nem egy szójáték, nem egy spontán kitalált cím, hanem ezt a szerző nagyon komolyan gondolja. Ha nem veszi rossz téma a polgármester úr, hogy kapcsolódott a mai nap, hogy üdvözlő ünnepi beszédére, akkor azt mondjam, hogy bizony, nagyon fontos, hogy lélekkel lépjünk be abba a közösségbe, amit az Európai Uniónak neveznek, és ne csak arra gondoljuk, hogy mennyi pénzzel jár az, hogy oda belépünk. De hát elnézést kérek, sem közgazdász nem vagyok, sem közszereplő. Az eseményt követően a német klub vette birtokába az újonnan elnevezett teret, és megkezdődött az immár hagyományos május köszöntő ünnepségük, a Májfest. Kedves vendégeink, kedves vendégek, kedves pécsváradiak, szeretettel köszöntjük Önöket a hagyományos Májfestünkön, a Majálisunkon.
amelyet a Pécsváradi Német Baráti Kör és a Pécsváradi Német Kisebbségi Önkormányzat szervezett. Úgy fogalmaztam, hogy hagyományos ünnepségen, holott a mai ünnepségünk számos ponton eltér az eddigi megszokottaktól. Május 1-én eddig a májust, a tavaszt, a szép időt, a vidámságot, a szerelmet és esetleg a munkát ünnepeltük, ma azonban egy történelmi eseményt is ünneplünk, Magyarország Európai Uniós csatlakozását. Eddig úgy hirdettük a programjainkat, hogy szeretettel várjuk Önöket a Művelődési Ház előtti téren, ma már az Európa téren ünnepelünk. Eddig volt egy megszokott helye a májusfánknak, ma új helyre került, hiszen a városunk néhány perccel ezelőtt egy új műalkotással gyarapodott, amit külön köszönünk. Ami azonban nem változott, hogy továbbra is kedves műsorral szeretnék Önöket megörvendeztetni, amit rögtön folytatunk, de mielőtt a műsor tovább futna, megkérem Bauman Mihály urat, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy tartsa meg köszöntőjét. Kedves vendégeim, kedves pécsváradiak! A mai nappal azt gondolom, hogy Magyarország életében az EU csatlakozással új élet kezdődött. Talán mi is új életet kezdhetünk, Pécsvárad életében is. És ebből az alkalomból arról szeretnék beszélni, hogy német nyelvterületen milyen kapcsolataink vannak, milyen kapcsolatokat ápolunk, milyen kapcsolatokat próbálunk bővíteni. Nagyon kedves, kellemes meglepetés ért bennünket, nem számítottunk rá, hogy egy készülő új kapcsolatunknak a vezetői, a polgármester úr és a delegáció, Unter Schleißheimről, most éppen ezekhálózók tartózkodnak, megjelentek és megtiszteltek bennünket. Szeretettel köszöntöm Rolf Zeitler urat, feleségét és a delegáció többi tagját. Wie gesagt, wir versuchen es schon lange Jahre zu pflegen. Es ist eben 10 Jahre, dass wir mit der Stadt Gülsheim eine Partnerschaft abgeschlossen haben. Und dieses Jahr im August wird eine größere Delegation zu uns kommen. Also unsere Freunde werden uns wieder aufsuchen. Aber eben dieses Jahr hat sich Pécsvárad und die näher liegenden Dörfer, Ortschaften, also das Region, sich entschlossen, eine neue Kontakte aufzubauen, mit dem deutschen Standpunkt Unterschleißheim möchten wir in dieses Jahr in Auftrag eine Partnerschaft abschließen. Sie werden das feierliche Unterschreibung auf ungarischer Seite wird es eben im August hier in Burg stattfinden. Ahogy említettem, szeretnénk ápolni kapcsolatainkat. Gülsheim városával 10 éve van már partnervárosi kapcsolatunk. Idén a gülsheimiek a sorosak. Barátaink, egy nagyobb delegáció fog érkezni augusztus során, azért, hogy együtt ünnepeljünk, együtt ápoljuk tovább kapcsolatainkat. De szeretnénk új kapcsolatot is létesíteni. Most már nem önállóan csak Pécsvárad városa, a környező települések, tehát a kis régió készül egy újabb kapcsolatra. Ezt a kapcsolatot a németországi Unter Schleißheim városával szeretnénk megkötni. Ebből az alkalomból augusztus 19-én kerül sor az ünnepélyes aláírásra. A vár ad helyet ennek a partnervárosi kapcsolatnak az itteni magyarországi aláírására. Es sollte natürlich nicht unsere österreichische Freunde vergessen. Wir werden dieses Jahr gemeinsam mit Sie im September die Möglichkeit haben, Ihr neues Stadtzentrum eröffnen, auf die Feierlichkeiten teilzunehmen. Aber wenn Sie etwas näher liegen, natürlich kommen Sie öfters. Eben jetzt in 2 Wochen wird von der Musikschule eine Delegation bei uns ankommen und zu uns ganz sicher Freude leiten. Természetesen Hoszmann Stettenről, az osztrák kapcsolatunkról se szeretnék megfeledkezni. Idei fontos esemény az, hogy a Hoszmann Stettenben épült új városközpontot készülnek felavatni, szeptemberben kerül sor erre az ünnepségre, ahol egy delegációval szeretnénk részt venni, illetve magyar műsorral szeretnénk ünnepélyesebbé tenni ezt a kinti ünnepséget. De mivel egy kicsit közelebbi településről van szó, ezért sűrűbben találkozunk,
nem sokára például két hét múlva a Kint 11 sorának a növendékei fognak bennünket felkeresni, és egy kicsit színesebbé tenni a Bécsaradi kulturális életet. Also, man kann darüber sprechen, dass wir diese Glück haben, dass wir sehr viele Kontakte haben und natürlich werden wir uns bemühen, diese Kontakte weiter zu pflegen, weiterzugeben, auch unsere Kinder, damit diese Kontakte langjährig bleiben. Természetesen azt gondolom, hogy szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ilyen sok kapcsolatunk van. Igyekszünk ezeket a kapcsolatokat bővíteni azzal, hogy a gyerekeink számára is ezeket a kapcsolatokat megteremteni, hiszen ez a biztosíték annak, hogy ezek a baráti kapcsolatok az egyes települések között hosszú éveken keresztül fennmaradnak. Ich möchte mich schon voraus ganz herzlich bedanken bei den Teilnehmenden und ich meine, mit der Musik werden wir es weitermachen. Szeretném előre is megköszönni a fellépőknek a szereplését, és szeretném a Városi Zenekart megkérni arra, hogy egy további zenei aláfestést adjon, miközben a Májusvárt szeretnék felállítani. Rözösen ki? Emeljétek! Délután a Dombai-tónál a szokásos majális keretében különféle ügyességi játékok és a Főnix zenekar gyermekműsora szórakoztatta az érdeklődőket. Este utcabál és tüzi játék zárta a programot.
Következő tudósításunk is kapcsolódik az uniós ünnepségekhez, hiszen május 5-ére az Európa napja alkalmával rendezett ünnepségre és az ehhez kapcsolódó rajzkiállítás megnyitójára kapott meghívást tábunk az általános iskola alsó tagozatától. Iskola alsó tagozatos tanulói, iskola épületünk belső tereinek új dekorációjával és a kiállítás megrendezésével tisztelünk a jeles esemény előtt, melynek témája élettereink, a víz, a föld, a levegő. Ma, május 5-e van Európa napja. Zárójelenetünkkel az Unióhoz való csatlakozás reményteli örömét kívánjuk kifejezni.
minden évben iskolánk kiemelkedő eseménye az alsó tagozatos tanulóink művészi munkáiból készült kiállítás megnyitása, illetve a hozzá kapcsolódó műsor. Én minden évben és mai napon is csodálattal adózom a diákok tehetsége, tudása előtt, és természetesen a kollégáim felkészítő munkája előtt. Csak a legmesszebb menő köszönetemet és hálámat tudom mindenkinek kifejezni, és nagyon büszke vagyok. Büszke vagyok rátok, kedves gyerekek, és büszke vagyok a tantestületre. Nem véletlen természetesen ez a mai nap, hogy május 5-én tartjuk ezt a szép ünnepet, iskolai ünnepet, hiszen május 5-e, ahogy elhangzott, Európa napja, és május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Ahogy felvonultatok, kedves gyerekek, mindenki tudja, hogy 15-en voltak idáig tagjai, és 10-en csatlakoztunk mi most az Unióhoz. Valóban egy szebb, egy jobb élet reményében. Nem tudjuk még pontosan, hogy ez alatt mit is értünk. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a tudást, amivel ti rendelkeztek, tehetséget és képességet, nem visszük, mert itt vagyunk Európában. Én soha nem szerettem azt a kifejezést, hogy mindig itt voltunk, itt is vagyunk, nem kell nekünk sehová sem menni, csak az más, hogy egy közösséghez csatlakozunk. Mi ezzel gazdagítani fogjuk Európát. Abba a reménybe, én úgy gondolom, hogy talán néhány év múlva a gazdasági életünk fellendül, és talán jobb életkörülményeink lesznek. Tehát visszatérve az előző gondolatomhoz, tulajdonképpen a mai nappal, az Európa Unióhoz való csatlakozási ünnepséget, amelyet Pécsváradon is volt május 1-én, nyilván ez még annak a része, tehát az Unióhoz csatlakozás jegyében tartottuk meg ezt a kis ünnepségünket is. Ezzel a néhány gondolattal tulajdonképpen adózom a mai napnak, és még egyszer a köszönetemet fejezem ki, és az emeleten lévő rajzkiállítást megnyitom, én már láttam. Csodálatos, nem tudom hozzáfűzni mást, majd a szakmai útmutatót és a tárlatvezetést Klári néni meg fogja tenni. De engedjétek meg, kedves gyerekek, hogy mielőtt majd ti is egy kis ajándékot kaptok, hiszen aki részt vett valamilyen módon ezen a kiállításon, illetve a műsoron, egy kis ajándékot kaptok, de szeretnék a mai napon a kedves kollégáimnak átadni ezért az ünnepségért. Nem csak ezért a munkájukért megemlékezésül egy kis egy szál virágot, fogadjátok szeretettel. Hát az Unióhoz való csatlakozás jegyében akkor maradjunk a két sárga színnél. És akkor kérem a többi kollégát is. Kedves vendégeink, mielőtt a tárlatvezetés megkezdődne, engedjék meg, és ti is gyerekek, hogy néhány gondolatot elmondjak a rajzkiállítás kapcsán. Talán elnézi nekem mindenki azt, hogy olvasni fogok, mert hogy olyan sok név szerepel, és annyi adat, nem szeretnék senkit megbántani azzal, hogy esetleg kimaradnám. Úgyhogy olvasni fogom a továbbiakat. Hosszú évek hagyománya immár, hogy tavasz idején valamilyen versenyhez, jeles naphoz kapcsoltan rajzkiállítást rendezünk itt az alsó tagozaton. Ahogy a műsorból is kiderült, idén a kiállítás témája vízen, földön, levegőben. Ahogy azt önök is tudják, a műsorban is elhangzott, ilyenkor tavasszal egymást érik a különböző ünnepek, melyek közös vonása, hogy mind az embernek a természethez fűződő kapcsolatáról szólnak. Különös, gondoktól, diszonanciától, féltéstől sem mentes ez a szimbiózis, azaz együttélés, melyben az ember néha áthágja a természet törvényeit, súlyos sebeket ejtve ezzel közvetlen vagy tágabb környezetén, máskor meg a természet iránti alázattal és tisztelettel begyógyítja az általa ejtett hegeket. Amikor az éltető elemeket tettük kiállításunk témájából, mi felnőttek és irányításunkkal tanítványaink a természet iránti tiszteletünket és szeretetünket kívántuk a rajz eszközeivel kifejezni.
ez mellett, ahogy elhangzott, ezen a tavaszon volt még egy indítatásunk, hiszen a természet megújulása mellett lehetőséget kapott országunk arra, hogy erőinket megsokszorozva, más nemzetekkel együtt, velük összefogva éljünk ezután az Európai Unió tagállamaként. Talán a 6-10 éves gyermekek korosztálya még nem érti igazán, mit is jelenthet ez nekünk, és főleg milyen lehetőségeket rejthet ez az ő számukra majd, ha felnőnek. Ennek ellenére úgy gondoltuk mi felnőttek, hogy a reméljük sorsfordító eseménynek tiszteletére valami jelet hagyunk magunk után, hogy mi is kifejezzük, hogy vártuk, hogy érteni akarjuk a történelem által felkínált lehetőséget. Ez a jel a mi kis ünnepélyünk és kiállításunk. Maradva oktatási intézményeinknél, következzen egy tudósítás a helyi középiskolából. Május 8-án tartott a ballagási ünnepélyét a II. Béla középiskola. 5 osztály, 114 tanulója búcsúzott ezen a napon az iskolától, közülük 60 fő szakmai vizsgát, 54 fő pedig érettségi vizsgát tesz az idei vizsgaidőszakban. A himnusz után egy szavalatot adott elő Katona Anna Mária, 12. B osztályos tanuló. Pap Gyula igazgató ünnepi beszéde után következett a jutalomkönyvek átadása. A jutalomban részesült tanulóknak az iskolavezetés, a rendőrség, a határőrség és a gyakorlati helyek képviselői adták át a könyveket, utalványokat. Ezt követte Szilágyi Mónika gimnázium 12. osztályos végzős tanuló búcsúbeszéde, valamint a zászló átadás. A ballagási ünnepély a szózat hangjaival zárult.
A csend beszél tovább, helyettem ő mondja el. A csend beszél tovább, helyettem ő énekel. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat. A csend beszél tovább, helyettem ő mondja el. A csend beszél tovább, helyettem. Akkor is hallod a hangomat, hogyha fáj, hogyha nem szabad. Mi itt vagyunk, és ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elérkezett a várovárt nap, számotokra a mai nappal befejeződnek a középiskolai évek, már csak az utolsó erő és a szakmunkás mozgák vannak vissza. Életetek egy olyan állomását ünnepeljük ma, ahol lezárul egy időszak, a felnőttkor határához értetek. Bár lesznek, akik továbbra is tanulni fognak, mégis azt lehet mondani, hogy megváltoznak a körülmények. Sokkal nagyobb mértékben lesztek magatokra utalva, mint eddig. Sokkal inkább viseletekkel munkátok, tevékenységetek előnyei és hátrányai. Itt a határkőnél azt hiszem érdemes egy kicsit visszagondolni az együtt töltött évekre. Talán már feledésbe merültek az első nálunk töltött napok, az új környezet, új tanárok, új és magasabb követelmények teljesítése, melyet a középiskola megkívánt tőletek. A küzdelmes első után már egy kicsit könnyebb volt a második, illetőleg további évfolyam. A napi megpróbáltatások mellett sikerélmények is jelentkeztek, barátságok születtek. Igyekeztünk olyan környezetet, feltételeket teremteni, hogy otthonosan érezzétek magatokat az iskolában és a kollégiumban. Konzultán gimnázium 12. A-osztály 4 éven keresztül elért jó tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért, példamutató szorgalmáért. Zengő hétvége elnevezéssel szervezett nagyszabású kétnapos programot a Civilek a Zengőért mozgalom. Az eseményről és a tiltakozó akció legújabb fejleményeiről dr. Bíró Ferenc beszélt kamaránk előtt a Várkertben. A győztesek soha nem adják fel, akik feladják, soha nem győznek. Doktor úr, valóban győztek? Nem, mi ezt nem úgy fogjuk fel, hogy győztünk, de bízunk abban, hogy győzni fogunk, és ez egy elhatározás kérdése. Aki úgy áll neki valaminek, hogy itt úgy se nyerhet, mint ahogy nagyon sok ember gondolja most is a faluban, hogy ezt a csatát nem lehet megnyerni, mi az ellenkezőjét gondoljuk, első perctől kezdve úgy gondoljuk, hogy ezt a csatát meg lehet nyerni, és egyre inkább úgy tűnik, hogy meg lehet nyerni. Ennek a kétnapos rendezvénynek mi a célja? Ennek a kétnapos rendezvénynek az a célja, hogy mutassuk meg azt, hogy mit védünk. Nagyon sokan, akik csatlakoztak hozzánk, örökbe fogadtak Bánáti Bazsa Rózsát, úgy, hogy nem is tudják, hogy hol a Zengő esetleg, nem tudják azt, hogy hogy néz ki a Bánáti Bazsa Rózsa. Úgy gondoltuk, hogy egy szép májusi vasárnapon, amikor nyílik a Bánáti Bazsa Rózsa, szervezünk egy ilyen országos túrát, ahol tulajdonképpen háromszor mentünk fel a Zengőre két nap alatt, illetve volt egy nagyon látványos éjszakai program is.
Mi ezt kínáltuk, és azt, hogy ismerjék meg Pécsváradot, nézzék meg, milyen gyönyörű környezetben van, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugyan több embert vártunk, a rossz időjárás is kicsit a szombati programokba beleszólt, de így is úgy gondolom, hogy ez rendkívüli mértékben sikeres. Nagy távolságokról jöttek el emberek. Győrből fennaludtak iskolások, egy 50 fős csoport a hegyen. Debrecenből jöttek el barátaink, Budapestről, az ország minden részéről azok, akik velünk vannak, velünk éreznek, és nekik érték az engő. Itt most vasárnap délután a Várkertben hamarosan egy nagy gyűlés kezdődik. Kik lesznek itt az előadók? Tulajdonképpen a nagy gyűlés az nem előadók lesznek, hanem elmondjuk azt, hogy mi történt eddig, tehát egy kronológiát, elmondjuk azt, hogy mit szeretnénk, és elmondjuk azt, hogy a szakértők, illetve a legutolsó állásfoglalások, a Lenkovics-féle, tehát az országgyűlési biztos úrnak a véleményét, illetve az, hogy mi várható, mi történik a politikában, és a végén megfogalmazunk egy nyílt levelet a miniszterelnök úrnak, mert úgy gondoljuk, hogy ez a bizottság rendkívül lassan dolgozik, amit már 5 hete fölállítottak, de még föl se állt. Hát úgy gondoljuk, hogyha nekik sürgős volt az idő, és állandóan erre hivatkoztak, akkor a döntéseket se odázzák el ilyen sokáig, és főleg ne olyanok miatt, hogy a választási kampány vége után nyilvánvalóan. Tehát én úgy gondolom, hogy van ennek is egyfajta tisztessége, mindegy az ígéret is az volt, és nagyon szeretnénk, hogyha ebben döntenének addig. Kicsit elő bement a kérdésemnek, ezt szerettem volna még megkérdezni, hogy hogyan jelenleg az ügy, lehet-e tudni valamilyen új fejleményről? Hát itt a legújabb fejleménye a Lenkovics-féle állásfoglalás. Ez gyakorlatilag egy érdekes problémát vet föl, mert az országgyűlési biztos, aki ezt hosszú ideig vizsgálta, és mögötte egy komoly jogi apparátus áll, megállapította, hogy több engedély körül több mint aggályos, tehát megállapította, hogy nem érvényes egy-két engedély. Na most ez a HM-mel állításával szöges ellentétben áll. Úgy gondolom, hogy most lesz egy ilyen újabb jogvizsgálat, vagy legalábbis mi szeretnénk, mert azt nem tételezzük fel, hogy egy országgyűlési biztos, aki mögött komoly jogi apparátus húzódik meg, az gyakorlatilag blöffölne ilyen vonatkozásba, akkor ez természetesen már egész más dolgokat vet föl, illetve hát úgy gondoljuk, hogy az EU-ba lépésünk az ismételten felveti azokat az érveket, amit régóta hangoztatunk, és nagyon örülünk most már, hogy ott vagyunk. Vagyis, hogy az európai értékek, az európai értékrendben az engő az egy magasan védett érték, és úgy gondoljuk, hogy Magyarország, ha az EU tagja, akkor kutya kötelessége ezeket betartani. Úgy gondolom, hogy ez majd a döntéshozókat is befolyásolni fogja. Végezetül azt kérdezném, hogy mi az Egyesület következő lépése? Hát mi úgy gondoljuk, hogy szeretnénk ezeket a dolgokat, amiket itt az előbb vázoltam, szépen folyamatosan elvégezni, illetve hát gyakorlatilag továbbra is fenntartjuk az érdeklődést, hiszen nap mint nap a sajtó ír rólunk, egy komoly információs bázist hoztunk létre, CD anyagokat készítünk, tehát mi ezt komolyan gondoljuk, mi ezt nem csak egy akciónak szánjuk, amíg ebben számunkra pozitív döntés nincs, és akkor így mondom, hogy mindenki számára, addig mi ezt folytatni fogjuk, még akkor is, hogyha esetleg máshogy döntenek. 25 éve alakult újjá Apa Celler József vezetésével a pécsváradi városi fuvószenekar, az egykori tűzoltózenekar. Ebből az alkalomból adtak ünnepi koncertet, és látták vendégül a régi zenésztársakat az elmúlt vasárnap a Művelődési Ház nagy termében. 25 évvel ezelőtt, 1979-ben Apa Celler József zenetanár vette át az együttes irányítását. A régi zenekari tagok mellett a zeneiskola növendékei közül sok fiatal került az együttesbe. Továbbra is rendszeres résztvevői voltak a megyei önkéntes és hivatásos tűzoltó versenyeknek, községi rendezvényeknek. Szakmai megmérettetéseken is sikeresen szerepeltek. 1982-ben és 85-ben is ezüstlant diplomát kaptak az országos minősítésen. A mai hangversenyen emlékezzünk azokra a tagokra is, akik már nem lehetnek közöttünk. Pap János, Resszer Pál, Martini Tóbiás, Gumbl András, Boris Mihály. Kedves közönségünk, engedjék meg, hogy a hozzátartozóiknak egy szál virágot nyújtsak át az ennek a tagjai nevében.
május 1-jét és a zirklatos ébresztő zenék hangulatát idézik fel a következő műsorszámok. Dátum, ami negyedszázad, mondják másképpen, meg kell állnunk egy picit, végig kell gondolnunk az eddigi dolgainkat, elhangzott, hogy mi mindenen vettünk részt, mennyi élményben volt részünk. Én ezt az élményt azoknak köszönöm elsősorban, azoknak a kollégáimnak, akik ma itt jelen vannak, akik kezdték velem annak idején ezt a újjáalakítást, a zenekarnak az újjáformálódását. Nagyon köszönöm mindannyiuknak, és szándékosan nem mondok most nevet, mert véletlenül valakit kihagyok, és annál nincsen kellemetlenebb dolog. De meg kell említenem azt, hogy nagyon nagy dolog volt, amikor beléptek a nádasdi kollégáim, akik örömmel jönnek át a próbákra, hóba, sárba, rossz időbe. Meg kell említenem régi katonatársaimat, társaimat, akik szintén a zenekarnak a tagjai, volt növendékeinket, szeretném megemlíteni zenész kollégáimat, akik minden egyes alkalommal eljönnek, neves együtteseknek a tagjai, pécsi zenekarnak tagjai, nem azt mondom, hogy világhírű, de reméljük világhírű lesz, ének együttesnek a tagja ők közöttünk. Ez azért nagyon nagy dolog, mert zenei képzettsége való tekintet nélkül hajlandóak eljönni, és ezt a fajta muzsikát nagyon szívesen játszani. Thank you.
Kedves nézőink, ennyi fért mai adásunkba. Legközelebb, május 27-én jelentkezünk, kérem önöket, tartsanak akkor is velünk. Az est hátralévő részéhez jó pihenést és jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra!